A side controlból történő kiszabadulások második részében egy új technikával fogunk megismerkedni. Ne felejtsétek el, a side controlból kiszabadulásnak az a titka, az a koncepciója, hogy egyre nagyobb ékeket akarok beverni a két test közé, amíg akkora távolság nem nyílik, hogy a lábamat biztonsággal vissza nem tudom húzni, vagy ki tudok fordulni valamilyen irányba. Nézzük meg a mai technikánkat. Itt vagyok ugyanúgy a hátamon, és egy barátom lefogott engem side controlban. Semmi gond, jó? Nem kezdek el vergődni, nem kezdek el pánikba esni. Akkor fogsz vergődni, és akkor fogsz pánikba esni, hogyha nem tudod ezeket a technikákat, mert akkor csak az erődre hagyatkozhatsz. Na most ez egy képzett ellenfél ellen édeskevés lesz. Lehet, hogy erős vagy, de hogyha nincs technikád, akkor egy nálad 20-30 kilóval könnyebb ellenfél simán le fog fogni. Úgyhogy ezekre a technikákra mindenképp szükséged van. Ugyanúgy fog indulni ez a technika, mint a múlt heti. Ha ezt nem láttátok, akkor nézzétek meg gyorsan. Megvárom. Most, hogy láttátok azt a technikát, nézzük a mait. Figyeljetek! Ezt a crossfit szeretném először megszüntetni. Megfogom a vállát, arrébb lépek a fejemmel, és megyek egy kicsit oldalra. Az első ég, a könyököm ide bekerül. Ahogy ez megvan, jövök szépen, és a másik kezemmel, itt a buksiját, mintha meg akarnám simogatni, átjövök, és letolom őt a csípőbe. Ha annyira ragaszkodik hozzá, hogy nem tudom letolni, semmi baj, akkor én megyek fölfele. Jó? Ugyanúgy ott van a csípőm. Erre azért van szükség, mert hogyha megemelem a csípőmet, akkor emelkedik a sanya is vele. Hogyha fönn van a mellkasomon, és emelem a csípőmet, akkor meg nem történik semmi. Ezért kellett letolni. Jó? Összeszedem magam, veszek egy nagy lendületet, feldobom őt, és megtartom itt a könyökömmel. Ahogy ez megvan, a könyököm körül, anélkül, hogy a fejéről levenném a nyomást, bejövök a hóna alá, és szépen ide átfordulok a hasamra, és följövök a könyökömre. Most ezzel a kezemmel meg fogom támasztani a térdét, és a két lábammal előre tolva magamat, le fogom őt vinni a földre. Ahogy ez megvolt, a csípőmmel összenyomom szépen a két térdét, és az alsó lábát pedig itt blokkolom. Jó? A térdem nem teszem rá, mert akkor a súly nem a térdére, hanem a szőnyegre fog összpontosulni, azt meg nem akarom ott tartani, a térdét akarom ott tartani, rajta vagyok. Elkezdek apránként följönni, itt a fejemmel dolgozhatok egy kicsit a fej ellen, vagy szépen el tudom érni a mount pozíciót. Nézzük meg még egyszer. Itt vagy side controlba. Megfogod a vállát. Fejeddel arrébb lépsz, csinálsz egy kis mozdulatot. A fejét elbillented, hidalsz, és ide behúzod az első éket. Innen vissza fogsz kerülni a hátadra. Jön a második, letolod őt a csípődre, hogyha nagyon erős, akkor te mész fel. Feldobod, kicsit jössz a csípődre, és a könyököd, eltolod el az arcát, majd anélkül, hogy megszünteted a nyomást, akkor ő visszajön. Jó? Meg kell őt tartanod addig, amíg ebbe a helyzetbe átfordulsz. Ahogy ez megvan, föltérdelsz, és elkapod a térdét. Jó? Most a lábfejeid legyenek rajtra készen, innen nem tudod ellökni magad. A lábujjaidat belevágod a szőnyegbe, és leviszed őt, és rajta tartod a súlyt, alsó lábad kontrollál, elkezded szépen feljönni, majd a térdet beteszed az ő térde fölé, utána mész a nyakáért, és megérkezel mount pozícióba. És egy teljesen vesztes helyzetből bekerültél a legjobb helyre. Nézzük meg ezt még egyszer. Sziasztok, gyakoroljatok sokat, vigyázzatok magatokat!